Tegnap érkezett a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT részéről a felkérés a pályázat koordinálására vonatkozólag az RMPS vezetőségéhez, mondta el a mai sajtótájékoztatón Burus Siklódi Botond elnök. Kihangsúlyoztam, a pedagógusok szövetségének feladatköre szigorúan csak a pályázati csomagok szétosztására, begyűjtésére, illetve a leadott igénylések hitelességének felülbírálására vonatkozik. A sikeres pályázatok kifizetését a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT bonyolítja. Az idei kiírás újdonságokkal is szolgál, bővül az igénylők köre. A korábbi évekhez képest az idén a 2010-2011-es kiírásban pályázhatnak az óvodáskorú gyerekek is, tehát a 3-6-7 éves korosztály is jogosult a pályázat benyújtására. Ezen kívül a külön egyedi elbírálásban igyekszünk részesíteni azokat a pályázókat, akik jelen iskolai évben már betöltötték 18. életévüket, és hát még, de azonban még mindig iskolába járnak. Ezen kívül pedig igyekszünk odafigyelni a fakultációban résztvevő, magyar oktatásban részesülő tanulóknak a helyzetére, hogy olyan tanulók, akik adott helyiségben magyar iskolába is járhatnának, és mégis román iskolát választottak, akkor ezeket az eseteket tudjuk kiszűrni.